Szeptemberig befejezhetik az Észak-Erdély autópálya gyalu melletti Szamos hídjának építését a Pro Infrastruktúra Egyesület drónfelvételei szerint. A híd a már használatba vett 42 kilométeres pályaszakaszt kötni össze a Magyar Nádossig megépített 9 kilométeres résszel, amelyet a híd hiánya miatt nem lehetett eddig átadni a forgalomnak. Noha ezzel a használható sztráda hossza alig növekedik, mégis több mint fél órás, kanyargós, szűk és rossz minőségű úton megtett kitérőtől mentesíti a Zilaf felé tartó forgalmat. A Szamos híd építési munkálatait az év elején kezdték meg, és a légi felvételek tanúsága szerint a tervezett ütemben haladnak.